mezőgazdasági üzemgazdaságtan a termelési folyamatokat elvont fogalmak segítségével vizsgálja. A mezőgazdasági termelés célja a lakosság ellátása jó minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszerrel, az exportigények kielégítése, valamint a feldolgozóipar nyersanyaggal való ellátása. A mezőgazdasági üzemeknek feladataikat úgy kell teljesíteni, hogy termelésük gazdaságos legyen. Egy adott termelési folyamat akkor lesz gazdaságos, ha minél kevesebb élő és holt munka felhasználásával a lehető legnagyobb jövedelem termelődik. Ahhoz, hogy a gazdaságosság mérhető legyen, meg kell ismerni a termelés törvényszerűségeit kifejező fogalmakat. A népgazdaság igények kielégítését szolgáló mezőgazdasági javakat a mezőgazdaság fő ágazataiban állítják elő. Az állattenyésztésben tenyész állatokat. Különböző termékeket. A növénytermelésben terményeket, így takarmánynövényeket, kultúrnövényeket termelnek. Kertészetben gyümölcsöt, szőlőt, zöldségféléket, dísznövényeket termelnek, illetve termesztenek. Ezen ágazatok termelési folyamatában különféle gépeket, gépi berendezéseket használnak. A mezőgazdaság ágazataiban előállított javakat a mezőgazdasági üzemgazdaságtan a hozam fogalmával jelöli. A hozam tehát egy meghatározott időszak alatt előállított termékek, termények vagy szolgáltatások természetes mértékegységben kifejezve. A tej, a bor literrel. A tojás, a dísznövények darabbal. A hús, a búza, a kukorica, a széna kilóval vagy tonnával. A gépek teljesítménye hektárral, szállítójárműveknél tonna kilométerrel mérhető.
A megtermelt hozamok mennyisége önmagában összehasonlítása nem alkalmas, következtetéseket nem lehet belőle levonni. Azt is fontos tudni, hogy például a kukorica hozamát hány hektáron állították elő, vagy a tej mennyisége hány tehéntől származik. A két tényező ismeretében mutatószám képezhető. A hozam mennyiségét osztjuk a termelő egységek számával. A kukorica esetében a tonnában megtermelt hozam mennyiségét a termeléshez használt hektárban mért termőföld nagyságával, a tej esetében a kifejt mennyiséget, a tehenek számával kell osztani. Így kapjuk meg az átlaghozamot. Átlaghozam az egységnyi termelő egységre jutó hozam. Mi szükséges a hozam előállításához? A hozam előállításához anyagokra, eszközökre, élő munkára van szükség. A növénytermelési folyamat talajelőkészítéssel, vetéssel kezdődik, mely munkákhoz gépekre, vetőmagvakra van szükség. A növényápoláshoz, a növényvédelemhez műtrágyák, növényvédőszerek, eszközök kellenek. A termés begyűjtése nem képzelhető el a nagy teljesítményű betakarító gépek és szállítóeszközök nélkül. A tejtermeléshez tehénállomány, az állatok elhelyezéséhez karámok, épületek, a fejéshez, takarmányozáshoz gépek, berendezések szükségesek. A termelési folyamat tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, a gépek üzemeltetéséhez jól képzett szakemberekre van szükség. A hozam előállításához felhasznált élő és holt munka mennyiségét ráfordításnak nevezzük. A ráfordítás minden tényezőjét természetes mértékegységben mérjük. Például az anyagokat kilogramban. A gépi munkákat hektárban. Az élő munkát órában mérjük. A ráfordítások felhasználását egységnyi termékre vetítve vizsgáljuk. Például 1 kg hús előállításához hány kilogram takarmányt? A felhasznált műtrágya 1 kg-jával mekkora tömegű kukoricát állítunk elő? Az előállított hozamokat nem lehet összegezni. Ezért azokat egyenként pénzre kell átszámolni, hogy összeadhatók legyenek. Az átszámítás az egységárak segítségével történik. A termelési értéket úgy kapjuk meg, ha a hozamot megszorozzuk az árral. A termelési érték a hozam pénzben kifejezett értéke. A ráfordításokat egyenként megszorozzuk az árral, ilyen módon összeadhatók. A termelési költség a ráfordítás pénzben kifejezett értéke.